Ünnepélyes bevonulással és himnusszal kezdődött a Válság és Növekedés című nemzetközi konferencia az Edutus Főiskolán Tatabányán. A főiskola 20 éve alakult és indult. Schmidt Csaba polgármester ünnepi megnyitóján elismerte az iskola eddigi munkáját, valamint beszélt arról is, hogy egy város fejlesztésében elengedhetetlen szerepe van az iskoláknak. Ma polgármesterként azt tudom mondani, hogy nagyon tisztelt az akkori városvezetőket, hogy ebben a vállalkozásba a város értelmiségével együtt belefogtak, és vállalták azt, hogy létrehoznak egy alapítványi főiskolát. Az Edutus Főiskola Modern Üzleti Tudományok Főiskolája néven kezdte meg működését. Dr. Bartók István, az iskola rektora tájékoztatott bennünket a konferencia programjáról. Ez a 20 éves évforduló, ez jelent egy apropót arra, hogy ma megemlékezést tartsunk ünnepélyes keretek között szenátusi ülésen erről a 20 évről, és hát elismerjük azok munkáját, akik a főiskola fejlesztésében, támogatásában, működtetésében részt vettek. Azt is megtudtuk, hogy a résztvevők megtekinthetik a Kreatív Magyarország néven nyílt kiállítást, valamint a rendezvényen párhuzamosan is folynak majd előadások különböző témákban. A gazdaságpolitikától, a helyi élelmiszerláncoknak a működéséig, vagy az innovatív szervezeti és menedzsment megoldások alkalmazásáig terjednek, de a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság Komárom-Esztergom megyei szervezetével is egy közös szekciót szerveztünk. A konferencia a magyar tudományok ünnepéhez is kapcsolódik, de számos más országból is érkeztek professzorok és előadók. A háromnapos rendezvény keretében mind Tatabányán, mind pedig Budapesten lesznek programok.